Szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves nézőket. Németné Mézes Judit vagyok, Budapestről érkeztem, és stressz szemináriumokat tartok országszerte. Bízom benne, hogy Önök is azt fogják tapasztalni, amit eddig nagyon sok visszajelzésből, hallgatói visszajelzésből kaptam, hogy ez az előadás sorozat az életük egyik legfontosabb eseményévé vált. Egy derűs, felszabadult érzést kiváltó, ugyanakkor nagyon sokat segítő előadás sorozat előtt állunk. Remélem, hogy ezt tapasztalják majd meg Önök is. Akkor vágjunk bele! Az első előadásunk címe a stressz csak az élőket sújtja. Mi az előadás sorozatunknak a célja? Mit tűzünk ki célul, amikor egy ilyen előadás sorozatot meghirdetünk? Az egyik célunk lehet az, hogy a kialakult stressz helyzetekben kezelést adjunk, tanácsokat, hogy hogyan oldják azt. A másik célunk, hogy felvegyék ezek ellen a stressz helyzetek ellen a küzdelmet. Amire nagy hangsúlyt fogunk helyezni az előadás sorozatban, mint látni fogják, a megelőzés. A stressz kiváltó események és viselkedés formák felismerése, a velük szemben való sikeresebb küzdelem felvétele az egyik célunk, a másik célunk pedig az, hogy megtanítsuk Önöket arra, hogy sikeresen legyőzzék a kritikus problémákat és azokat a romboló szokásokat, amik ártanak az egészségüknek. Tehát ezeknek a kezelésében is segítséget fogunk nyújtani, technikákat tanulunk. Mint látni fogják majd, az egész ember szempontjából vizsgáljuk meg ezt a kérdést, lelki, érzelmi, tehát több területen fogunk ezzel foglalkozni, és remélem, hogy segíteni fog Önöknek. Egy kis filmmel kezdenénk. Ahogy látható a képen, egy kisfiú éppen a hideg víz alatt képes elaludni. Mi úgy gondolnánk, ez a stressz helyzet elviselhetetlen, de valakinek éppen ez segít abban, hogy nyugodtabban pihenjen. És önállóan megoldja. Mi tehát a stressz? Ha ezt a szót hallják Önök, hogy stressz, mi jut az eszükbe? Biztosan indította valami Önöket, hogy eljöttek egy ilyen sorozatra. Mi a stressz? Mit gondolnak, ha ezt a szót meg? Idegesség, feszültségek, nagyon nyomás. Melyik részen, hol érzett nyomás? Például szívtáji szorító fájdalom, ugye? Igen, nagyon jó. Aztán még hol érezhetünk nagyon komoly feszültséget? A gyomorban, igen, gondolom van, aki ezért jött el, hogy ott érzi a feszültséget. Megfigyeltek-e valamit? Mindabban, amit felsoroltak, mind-mind negatív dolog volt, ugye? Egyetlen pozitív dolgot sem mondtunk. Holott a stressz nem csak negatív lehet, hanem pozitív is. A negatív stressz nem szükséges megjegyezni, úgy hívjuk, hogy distressz, a pozitív stressz az eustressz. Hiszen a pozitív stressz is benne van ebben, ezért is szerepel itt ez a két kis jelecske. Tehát a negatív stresszről most jó sokat összegyűjtöttünk, a munkahelyi nyomás, a feszültségek, a családi gondok, az állandó aggodalom, a problémák, amik érnek, a számlák miatti aggodalmaink, a gyerekekkel való problémáink, a gyereknevelésben előjövő feszültségek, de léteznek pozitív stressz kiváltó tényezők is. Mi tehát a stressz? Ha ezt a szót halljuk, hogy stressz, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan mi erre válaszolunk, ahogyan erre reagálunk. És ez az első, amit meg kell nagyon tanuljunk az előadás sorozaton, ezért nyissuk ki a munkafüzetünket a harmadik oldalon, és töltsük ki az első kérdést. Mi tehát a stressz? Itt találjuk a munkafüzet elején. Mi a stressz? És ide be tudjuk írni, a stressz nem az, ami önnel történik, hanem az, ahogyan ön válaszol arra. Írjuk be akkor ezt. Tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan arra válaszolunk. A stressz izgalmak hatására alakul ki. Amikor egy szörfös a deszkájával úgy dönt, hogy meglovagolja a hullámot, valójában a stresszt keresi.
az izgalmakat keresi. Amikor ilyen vad dologra vállalkozunk, akkor is a stresszt keressük, az izgalmat keressük. Sőt, amikor úgy döntünk, hogy férjhez megyünk, vagy megnősülünk, valójában az egyik legnagyobb stressz helyzetbe ugrottunk bele. Erről szól a következő kis filmünk. Chloe, will you have Keith to be your wedded husband? To live together in the covenant of marriage? Will you love him, comfort him, honor and keep him? In sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live. The rings, please. Oh, oh God! No! No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Are you okay? Oh my God! Oh my God. Ha nem is így indult a mi esküvünk, vagy a mi házasságunk, azért a folytatás elég megterhelő lehet sokszor, vagy éppen üdítő. A stressz egyetlen helyen nem ér bennünket, a temetőben, ott már nincsen stressz. Amikor egy atléta nekifut és a célszalagot átépli, egy pozitív EU stresszt él meg. Amikor egy zsúfolásig megtett koncertteremben eljátszik valaki egy szép darabot, ő is a pozitív stresszt éli meg. Amikor a gyerekeink először lépnek az iskolába, vagy vizsgahelyzetbe kerülnek a fiatalok, akkor is stresszt élnek meg. Hogy ez pozitív vagy negatív, attól függ, hogy ők hogy élik meg. Lehet egy olyan pozitív élmény, hogy megmutatom, hogy mit tanultam meg, és lehet egy rettenetes szorongás, hogy nem készültem. Mi tehát a stressz? Seje János professzor, aki a stresszkutatás pionírja vagy atya, ő fogalmazott így, hogy a stressz a szervezet nem specifikus, nem fajlagos válasza bármely olyan okra, ami kiváltja azt. Mit jelent ez a mondat? Azt jelenti, hogy a stressz az egy válaszreakció, olyan okokra, amik kiváltják azt. És nem fajlagos, nem eldöntött, hogy minden esetben ugyanúgy reagálunk. Ha reggel még, amikor nyugodtak vagyunk, jól kipihentük magunkat, elindulunk egy napnak, akkor talán egy feszült helyzetet otthon jobban tudunk kezelni. Ugyanazt a helyzetet, akár pont ugyanazokkal az eseményekkel, egy nyugtalanító, fárasztó, kimerítő nap után már nem ugyanúgy reagálunk le. Nem eldöntött, hogy így vagy úgy fogunk reagálni, mindig a helyzettől függ. Mi tehát a stressz? Nagyon fontos, hogy megjegyezzük, a stressz tehát nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk. A stressz okozójának a neve sem szükséges megtanulni, stresszornak nevezzük, és a stressz mértéke attól függ, hogy hogyan reagálunk a bennünket ért eseményre, vagy eseményekre. Különösen fontos, hogy ezt megértsük, hogy a stressz csak akkor válik ártalmassá, hogyha túl hosszú ideig tart, túl hosszú ideig vagyunk abban a helyzetben. Talán ismerik a példát, a napra kitett vaj és agyag példáját. Ugyanaz a stresszor, ugyanaz a napsugárzás a vajat megolvasztja, és ugyanaz a napsugárzás az agyagot megedzi, keményé teszi. Én tanítónő vagyok, úgyhogy nagyon sokszor csináltunk a gyerekekkel agyakhurkából különböző tárgyakat. És amikor kitettük a napra, megkeményedett, és akár bele lehetett tenni, mondjuk toltartót készítettünk, vagy bármit, és bele lehetett tenni dolgokat, mert működött, mert jól meg tudott keményedni. Ugyanaz a stressz esemény. Az egyik embert elolvasztja. Az egyik ember nem bír ellene, nem bírja ellene fölvenni a küzdelmet, a másik ember ugyanabban a helyzetben úgy érzi, nekifutok, képes vagyok rá, megküzdöm, megcsinálom, és még inkább edzettebbé teszi. De velünk belül is megtörténik ez, hogy az egyik nap ugyanaz a probléma, úgy érezzük, hogy megoldhatatlan, és a következő nap akár képesek vagyunk rá, és meg tudjuk csinálni, és meglépjük azt, amit korábban nem tudtunk. Mi történik belül, amikor stressz helyzetbe kerülünk? Dr. Walter Cannon, harvardi fiziológus megfigyelt egy jól
megfigyelhető példát, amit mi is nem egyszer láthatunk. Mi történik egy macskával, amikor találkozik egy kutyával? Mindannyian láttunk már ilyen példát. Mi történik ilyenkor? Hát két dolog történhet. Felkészül rögtön valamire. Felkészül arra, hogy vagy nekiugrok a kutyának, és megharcolok vele, vagy elrohonok az első fára, amilyen gyorsan csak tudok. Mi történik ilyenkor a macskában? 8 válaszreakciót jegyzett fel, a következők ezek. A vérkeringés felgyorsul. A vércukor szint megemelkedik. A vélarvasztó mechanizmusok működése sokkal gyorsabbá válik, hiszen hogyha sebesülést kell elszenvednie, akkor szükséges, hogy gyorsabban behegedjenek ezek a sebek. Az izmok megfeszülnek készen az ugrásra, hogy vagy elmenekülök, vagy megharcolok. A légzése szaporább lesz, a tartalék vér kerül a vérkeringésbe, és az érzékszervek sokkal érzékenyebbek lesznek, ezért van az, hogy a bajsza szerte szétáll a macskának, a szőre föláll a hátán, a farkán, és kész ellétben van, és ugyanakkor az emésztőrendszere ideiglenesen megszűnik működni. Mi váltja ki mindezt? Két hormon, ahogy jelezi a filmünk is, ez a két hormon az adrenalin és a noradrenalin. Ezek löködnek ilyenkor a vérben nagy mennyiségben, és ezeknek a hatására történik meg ez a 8 válaszreakció. A kérdés a következő. Mire készíti fel ezt a macskát? Ezek az események, amik benne lezajlanak, felkészítik két dologra, ahogy említettük, a küzdelemre vagy a menekülésre. Ezt angolul fight or flight, tehát hogy küzdj vagy elszállj, harcolj meg vagy elmenekülj reakciónak nevezik. És az órát azért tettük ide, mert nem mindegy mennyi ideig tart ez a küzdelem vagy menekülés. Hogyan ment végbe mindez a macskában? Akarattal vagy akaratlanul? Így van, nem mondta tudatosan, hogy na akkor most több vércukrot bocsátok a vérembe, hanem akaratlanul történt meg ez benne. Ugyanis a macska szervezete úgy épül fel, hogy veszély esetén így reagál. Mind a 8 válaszreakció segített a macskának, és miben segített? Hogy megküzdjön, vagy szembeszálljon, így van. Tehát használ-e mindez a 8 válaszreakció a macskának ehhez a két eseményhez? Azt mondhatjuk, igen, használ, felkészítette, hogy küzdjön vagy meneküljön. De vajon mi történik ezzel a szegény állattal, hogyha a nap 6 órájában működésben tartja ezeket a reakciókat? Vagy mi lesz, hogyha 6 napon át, 6 munkanapon át, 6 órán keresztül folyamatosan működésben tartja ezeket a készenléti reakciókat a küzdelemre, és menekülésre ugyanakkor nem használja. És mi történik, hogyha ez 6 éven át folyamatosan fönnáll? Előbb-utóbb belepusztul. Hogyan történik ez nálunk? Nem megfelelő reakciók hogyan történnek nálunk? Bennünk is ugyanígy zajlanak le. A küzdelemre vagy a menekülésre felkészülünk azzal, hogyha stressz helyzetbe kerülünk. Nem verhetjük meg minden alkalommal a főnökünket, amikor megkritizál. Vagy nem rohanhatunk el otthonról a mamához, mert nem bírjuk tovább a gyerekeknél a feszültséget. Ezért mit csinálunk? Belül őrlődünk, fortyogunk, és rámegy az egészségünk. Ezt váltja ki bennünk a folyamatos, hosszan elhúzódó stressz helyzetekben való, folyamatos egyfolytában való élet. Nézzünk egy példát erre. Egy munkahelyi stressz.
Mielőtt tovább lépnénk, egy picit arról kell még itt beszélnünk, hogy a múltban hogyan diagnosztizálták, hogyan nevezték a stresszt. Amikor még az nagy amerikai háborúban, amikor a rabszolgaság ellen vették föl a küzdelmet, akkor tapasztalták azt, hogy a katonáknak nagyon erősen dobogott a szíve, amikor kint voltak a harctéren. Ezért úgy nevezték ezt, hogy katona szív. Aztán az első világháborúban a gránátokat, ahogy dobálták, akkor úgy gondolták, hogy amikor bénultan feküdtek a földön az emberek a sok hatástól, hogy gránát sok. Ez az esemény. A vietnámi háború idején nevezték pontosan nevén, akkor már benne található ez a szó is, hogy stressz, ez a traumát okozó stressz eseményként nevezték meg, és azóta ismerjük mindezek a folyamatok, amit a katonák a harctéren átéltek, ennek összefoglaló nevét adták stressz névnek. De önök nincsenek a harctéren. Vagy igen? Vannak folyamatos küzdelmeik a munkahelyen? Vannak folyamatos küzdelmeik az anyagiakkal? Vannak folyamatos küzdelmeik akár a családon belül? Anyóssal, apóssal, szomszédokkal való küzdelmeik, amik folyamatosan felőrlik az egészségüket? Ha igen, akkor önök a modern harctéren vannak, és azt élik át, amit a katonák ott annak idején. A stresszel összefüggnek ugyanakkor azok a betegségek, azok a tünetek, amiket itt felsorolunk, amik azért kerültek ide, hiszen ahogyan a macskában bennünk is lejátszódnak a stressz események, és a stressz az alábbi betegségeknek a kialakulásáért felelős. A fő betegségek, ahogyan mindenki ismeri, ezek a szív- és érrendszeri megbetegedések. Nagyon sokszor sajnos ezek olyan következménnyel járnak, hogy infarktus lesz a vége, tehát egy komoly stressz esemény sorozat után infarktus következik be, vagyis halállal végződhet. A rákos megbetegedés azért kerül ide, hiszen az immunrendszer legyengül a folyamatos stressz következtében. Egyszerűbb megfázások, betegségek háttere is lehet ennek, de eljuthat oda a szervezet, hogy nem tud védekezni a rákkal szemben, és elszaporodik. A depresszió jól ismert tünete a stressznek. Ugyanakkor a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a TBC hátterében, az ízületi gyulladások, az állandó feszült izmok miatt, a magas vérnyomás, a fekélybetegségek, és ide soroljuk az észt is az immunrendszer legyengülése miatt. Milyen egyéb rendellenességek következnek be? Az izmokkal összefüggő állapotok, tehát ezek a feszítő fejfájás, a válfájdalmak, a szájüreg panaszok, a végtag fájdalmak ide sorolhatók, az allergiák, az asztmatikus betegségek. Sajnos különösen gyerekeknél a folyamatos stressz mondjuk meg kell felelni a szülőknek, és nem, úgy érzi, nem tudja megugrani azt a mércét, amit a szülők nagyon magasra tettek, és nem tud megfelelni. Ezért asztmatikus tünetekben jelentkezik gyerekeknél a stressz. Ide tartoznak a kiütések is kamaszoknál, amikor nem érzi, hogy hova is tartozom, már nem vagyok kicsi, még nem vagyok nagy, és ez az állandó önmagammal való elégedetlenség, a családommal való elégedetlenség vezethet oda, hogy elborítja őket rengetegféle kiütés. Aztán az egyszerű herpeszek hátterében is nagyon sokszor a stressz áll. A közönséges megfázások az immunrendszer gyengessége miatt. Nőknél a menstruáció előtti erős feszültség. Olyan nőknél különösképpen nagyon komoly stresszkiváltó tényező, akiknek nincsen házastársuk, és a magány miatt még inkább ilyen panaszok jelentkeznek. A szemölcsök, a kiütések, a viszketegség, a hajhullás. Vagy gondoljunk arra, hogyha valaki egy nagyon komoly veszteséget él át, például szeretteit veszíti el, azt mondjuk megdöbbentünk, hiszen hirtelen megőszült. Gyorsan megőszült, az egész haja ősszé vált, vagy megkopaszodik. Ugyanakkor a köszvény, ahogy említettem, a herpeszek hátterében is stressz alapú betegség, tehát állhat nagyon komoly stressz. Mi is indított engem erre az előadás sorozatra? Nagyon-nagyon szerettem az én nagynénémet, aki nem messze tőlünk lakott ott, ahol a szüleim élnek, és
állandóan küzdött a stresszel. Egy nagy üzlete volt, és úgy gondolta, hogy azt mindig rendesen fönn kell tartania neki és a férjének. Barkács üzlet is ott dolgozott. És sajnos az ő egészségét úgy viselte meg, hogy rákos lett. Nem foglalkozott magával, nem figyelt az egészségére, és a stressz ott jött ki, hogy először egy mellrák, aztán a hónalja alatti csomók, folyamatos kezelések, és a végén sajnos belehalt. Egy évvel később követte a férje. Szokták mondani, hogy utána halt. Én pedig már akkor ismertem ezt az előadást, anyagot, és bántott a dolog. Miért nem tettem valamit? Miért nem segítettem? És elindított ez arra, hogy ingyenesen tartsam országszerte ezeket az előadás sorozatokat, mert a stressz alapú betegségek megelőzhetők, kezelhetők, és ebben szeretnék most segíteni, hogy önök megtanulják, akik eljöttek, hogy hogyan mondjanak nemet a stresszre, hogyan fékezzék meg ezt a halálos, tényleg halálra sodró, rettenetes betegségeket okozó veszedelmet, mert megfékezhető, megállítható, ha odafigyelünk rá. Ahhoz, hogy önmagunkban is észrevegyük, hogy milyen problémával állunk szemben, szükséges látnunk egy kis példát. Most arra kérném önöket, hogy figyeljék meg, itt a képen látunk egy kis léggömböt. Van-e valaki önök közül, aki segítene nekem? Egy férfit kérhetek? Megtenni, hogy fölfújja nekem? Köszönöm. Ide, hogy a kamerába lássák, hogyan izzad. Jó? Majd jó nagyján válik. A stressz olyan, mint egy belső, mint egy belső nyomás, ugye? És a belső nyomás egyre erősödik, ahogy fújja fel a léggömböt. Most egy pillanatra álljon meg. És minden embernek megvan a maga célszerve. Van, akinek fejfájás van, tehát mondjuk teszek itt egy kis X-et, jó? Van, akinek a szív- és érrendszeri betegségekben. Van, akinek a gyomorpanaszok van. Ismét másnak a házas élet környékén jönnek ki a problémák, nem tud úgy teljesíteni, hogy szeretné. El tudjuk képzelni, hogy a nyomás egyre nő, és mindenkinek megvan az a célpontja, amelyik a leggyengébb. És néha elég annyi, mint a nagybátyámnál, hogy egy komoly veszekedés az egyik munkatársával, és vége lett, és belehalt. Egy egyetlen kis veszekedés elég lehetett ahhoz, hogy a már amúgy is meggyengült, elvékonyodott, éppen azon a területen meggyengült szervezete felmondta a szolgálatot, és szívinfarktus elvitte őt. Most arra kérném önöket, hogy önök is tegyék meg a munkafüzet harmadik oldalán, hogy bejelölik, melyek az önök célpontjai. Mit éreznek, amikor azt mondják, hogy most stresszes vagyok? Fejfájást, a csontokban fájdalmat, izomfeszülést, hány ingert? Mert a szervezet egy csodálatos műszer, ami jelez számunkra. Figyelj, nem bírod már tovább a stresszt. Kérem tehát, tegyék meg, hogy bejelölik a célpontjaikat, munkafüzet harmadik oldalán található ez a feladat. Talán egy 2 percet adnék rá, hogy akkor kitöltsék. Az egyéb részre azt is be lehet írni esetleg, hogyha valakinek teljesen más tünetekben nyilvánul meg. Most miután kitöltötték a testi tüneteket, arra kérném önöket, hogy forduljanak a mellettük levőhöz, mutatkozzanak be neki, hogy megismerjék egymást, ha eddig esetleg még nem találkoztak volna, és beszéljék meg, hogy melyek az önök célpontjai. 2 percet kapnának erre a feladatra. Aki mellett nincs, akkor megtenné, hogy ide jön a kis hölgy mellé, hogy ne egyedül legyen, hanem meg tudja valakivel beszélni a feladatot. Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek van partnere? Úgy látom, hogy nagyjából végeztek már, köszönöm szépen. Itt az lenne még egy feladatunk a harmadik oldalon, hogy beírjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy felosszuk, tehát a felosszuk szó kerül ide, hogy felosszuk a stressz nagy általános problémáját, tehát felosztuk a stressz nagy általános problémáját, speciális, könnyebben kezelhető problémakörökre.
Mit is jelent ez? Lapozzunk a munkafüzet 11. oldalára, és itt találnak egy úgynevezett kiegészítő anyagot, mennyire stresszelt az ön élete. 0-tól 10-ig lehet pontokat adni az alábbi 10 kérdésre. Gyakran érzem feszültnek vagy túlterheltnek magam, gyakran szomorúnak, reménytelennek, lehangoltnak érzem magam, és hogyha ez úgy van, hogy én nagyon gyakran, akkor 10 pontot adok. Ha kevesebbszer, akkor akár 8-at, 5-öt vagy 3-at, ha egyáltalán nem, akkor oda 0-t írunk. Tegyék meg, hogy kitöltik ezt a részt, mindegyiknél írjanak be olyan pontszámot, ami úgy gondolják, hogy lefedi azt az igazságot, hogy mennyire érzik magukat stresszeltnek. Erre is adnék akkor 1-2 percet. Miután végigpontozták önök saját magukat, akkor tegyék meg, hogy összesítsék a pontszámukat, hogy mennyi pont jött ki. Ahogy látják, oda is írtuk alá, hogy ha 50 vagy annál több, az jelzi, hogy az önök életében komolyabb stressz helyzet van, aminek a kezeléséhez meg kell tanulni különböző védekező technikákat. Most kiderül saját magunk számára. Miután ezt befejeznék, még egy fontos, nagyon fontos feladat lenne. Karikázzák be azt az 1 vagy 2 területet ezek közül, amit úgy gondolnak, hogy a leginkább érinti önöket. Hát 1 vagy 2 olyan pontot ebből a 10-ből, ami a leginkább érinti önöket a stresszel kapcsolatban. Sikerült, gondolom ez is. Arra kérném önöket, hogy ez alatt az előadás sorozat alatt ezt a 2 területet helyezzék az előtérbe, és próbáljanak erre a 2 területre, amit kiválasztottak, ami leginkább érinti önöket, erre a 2-re koncentráltan odafigyelni arra, hogy hogyan kezelhetik, hogyan emelkedhetnek e fölé a stressz helyzet fölé, ami önöket ezeken a területeken érinti. Tehát koncentráltan válasszuk ki azt a 2-t, amire különösen hangsúlyt helyezünk és odafigyelünk az előadás sorozat alatt, amikor különböző kezelési technikákat tanulnak majd. Ez jelenti azt, hogy koncentráltan figyeljünk. Vagyis az, amit ide is írtunk, hogy felosszuk a stressz problémáját, nagy általános problémáját, és megtaláljuk azt, amire különösen hangsúlyt helyezünk. Legyen az akár a fejfájás, akár a kiütések, az ekcémás kiütések, akár a váltái izomfájdalmak, legyenek azok a szívünkkel összefüggő jelzések, vagy a gyomor problémák, az immunrendszerünk meggyengülése, az emésztőszervrendszerünk problémái, akár a gyomor tái, vagy akár a vastagbélben levő problémák, mind-mind számunkra üzenetet jelentenek. A szervezetünk üzen, figyelj oda magadra, figyelj oda, mert már nem bírod, fékezz, lassíts. Ezt mondja nekünk a szervezetünk, és kérem, hogy figyeljünk ezekre a jelzésekre, mert olyan csodálatos műszer az emberi test, ami üzen számunkra, hogy most már lassítanunk kell, és fékeznünk, és az egészségesebb életünk érdekében lépnünk kell. Ezért fontos, hogy lássuk, mik a mi legsebezhetőbb pontjaink, hiszen azon keresztül kapunk üzenetet a szervezetből, hogy most már tetőzik a stressz, már nem bírjuk tovább. De lehet gyógyítani, lehet kezelni, és lehet elébe menni, hogy a stressz eljusson odáig a szervezetünkben, hogy felmondja a szolgálatot a szervezet, és valami nagyon komoly betegségben ütközzön ki. Kérem tehát, mosolyogjanak! A stressz helyzetet most macskákon megfigyeljük.
Az előadásunk második részében pedig erről lesz szó, hogyan mondjunk nemet a stresszre. A nem szó, mint látják, csupa nagybetűvel került itt felírásra, ugyanis egy anagrammáról lesz szó. Ez a nem három szót jelöl számunkra, amit meg könnyű lesz megjegyezni. Ha arra gondolunk, hogy a gyerekeknek milyen könnyű azt mondani, hogy nem, akkor talán nekünk sem lesz olyan nagyon nehéz ezt megtanulnunk. Hogyan mondjunk nemet a stresszre? Az első az N, a nyitottság. Ez az, amivel foglalkoztunk az előbb is, amikor a lufit felfújtuk. Figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Legyünk nyitottak. Legyen nyitott a fülünk arra, hogy szól a szervezetünk, beszél hozzánk, hogy a gyomrunk fáj, az izmaink fájnak, a fejünk fájdul meg. Jelez számunkra a szervezetünk, mi pedig legyünk nyitottak, ne legyintsünk rá. Hát ilyen az élet, ezzel együtt kell élni. Ezt a kis gyomortáji fájdalmat el kell viselni. Hát ilyen, hát most ez a munkahely ezt kívánja, hogy állandóan feszült vagyok, és a gyomromra megy. Ezzel együtt kell nekem élni. Nem kell együtt élni. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjunk nemet mondani erre, hogyan védekezzünk ezzel szemben, hogy ne menjen rá az egészségünk, ne menjen rá az életünk, mert az fontosabb, mint elviselni valamit addig, hogy a végén belebetegszünk, és akár maradandó károsodásokat szenvedünk. Milyen módon üzen a szervezetünk, mik a testünk figyelmeztetései? Lehetnek ezek a mellkasi fájdalmak. A szorító mellkasi fájdalom, akár az állig fölható fájdalmak, a délutáni kimerültség, fáradtság, sőt, van, aki mikor már reggel föl kell, úgy érzi, hogy el se tudok indulni, annyira fáradt vagyok, annyira kimerült vagyok. Ezek mind üzenetek. A vállak és nyak merevsége ugyancsak üzen számunkra. Az izom feszültségek, az égő érzés a gyomorban, a koncentrálási képesség elvesztése. Nem tudok odafigyelni, nincs ott az agyam, nem tudok ráfigyelni a feladataimra. A frusztráltság, a lehangoltság, vagy éppen a fáradtság, és vagy akár a nyugtalanság, az állandó nyugtalanság és idegesség. Mind-mind figyelmeztetés, mind-mind üzenet a testünk részéről. Mi az az E, a második a nem szóból? Ez pedig az egyensúly. Már nagyon rég ismert, hogy a szervezetünk egyensúlyban szeret lenni, hiszen Hippokratész, az orvostudomány atya is ezt fogalmazta meg, hogy minden túlzásba vitt dolog szemben áll a természettel. Minden túlzásba vitt dolog egészségtelenségbe visz. Akár még, hogyha törekszem arra, hogy egészséges életmód szerint éljek, de csak ez jár állandóan a fejemben, ez is egy egészségtelen dolog, hiszen túlzásba viszem az azzal való foglalkozást. De természetesen, hogyha más téren visszük túlzásba, mondjuk a nem pihenés terén, például nem alszom ki magam, hanem éjjel is hajtok és dolgozom, előbb-utóbb a szervezetem megelégeli. Az önmagunkkal és a környezetünkkel való egyensúly az, amire törekednünk kell folyamatosan, és ezt megtartani nem könnyű feladat. Kérdés, vajon milyen a testmozgásom? Hiszen az izomban levő feszültséget a testmozgás vezeti le. Vajon naponta egy kicsit sétálok-e, mozgok-e, vagyok-e friss levegőn, vagy akár kerti munkában levezetem-e a bennem levő feszültséget, vagy akár egy nagy sétával, tényleg akár a háztömb körül egy idősebb ember megteheti azt is, hogy egy nagy sétát tesz a háztömb körül. Vajon milyen a táplálkozásom? Gyors ételeken élek, amit hirtelen bekapok, és hol ezt, hol azt teszek, hol édeset, hol savanyút, és előbb-utóbb a szervezetem azt mondja, ezt nem bírom tovább, vagy figyelek rá. Az én unokatestvérem rendőr, tiszt, és hát állandó hajszában él. És azt mondta, hogy hát ő erre sosem figyelt, hogy mit teszik, ilyen bögrésleveseken éltem. És mondta, hogy egyszer egy helyszínelésre ki kellett menni, és találtak ott egy olyan embert, aki szintén bögrésleveseken élt. Mikor kinyitották a gyomrát, és meglátta, hogy mi van benne, elhatározta, hogy soha többé ilyen ételhez nem fordul, áttér a házi kosztra, mert ez borzalom, hogy mi volt szegénynek bekövesedve a gyomrába.
Tehát fontos az, hogy figyeljünk a táplálkozásunkra. Mit viszünk be? Mert abból épül fel az egész szervezetünk. Ha figyelünk arra, hogy rostban gazdag, tápláló ételeket együnk, vagy figyelünk különösen arra, hogy a reggelink egy egészséges reggeli legyen, hogy azzal indítsuk a napunkat, hogy felkészüljünk a napi kihívásokra. Egy gyümölcsben gazdagabb étellel kezdjük a reggelt, sokkal inkább ellenállóbbak vagyunk. Nagyon sok ismerősöm úgy indítja a reggelt, hogy gyorsan egy kávé. És aztán valamikor délbe eszik, mikor már farkas éhes. Ez nem készít fel az egész napi stresszre. Ez nem segít abban, hogy védekezni tudjunk. Az nagyon fontos, hogy időben induljunk el reggel. Talán ezzel kezdeném, hogy időben feküdjünk le, időben tudunk fölkelni, szánjunk időt arra, hogy egy jó reggelivel indítjuk a napot, és sokkal ellenállóbb lesz a szervezetünk a napi kihívásokkal szemben. A másik fontos az alvás, a pihenés. Azt is tudjuk, hogy ha nyugtalan az éjszakánk, ha nem tudjuk kipihenni magunkat, az mindig visszajut a napunkon. Akkor feszültebbek, idegesebbek, ingerlékenyebbek vagyunk a következő napon. Ezért nagyon fontos az alvás, a pihenés. Fontos a heti pihenés is, hogy egy napot szenteljünk legalább arra, hogy pihenünk, hogy nyugalomban vagyunk, hogy nem hajtunk, azon a napon egy kicsit nyugodtabb az életünk. Olyan dolgokkal foglalkozunk, ami felüdít, ami az egész életünkre jó hatással van. Fontosak az emberi kapcsolatok. Francia pszichológusok figyelték meg azt, hogy azok az emberek sokkal ellenállóbbak a stresszel szemben, akik házasságban élnek, mint azok, akik mondjuk már házasság után vannak, tehát elváltak, vagy előtte vannak. Mert a házastársi kapcsolat, még hogyha sok feszültséggel jár is, de legalább odafigyelnek egymásra, támogatják egymást, és ugyanakkor odafigyelnek arra is, hogy hogyan oldják egymásnak a stresszét, megbeszélhetik a problémákat. Akinek ez nem adatott meg, annak a jó baráti társaság nagyon sokat jelent. Van kinek kipanaszkodnom magam, van kinek elmondanom a problémáimat. Hatalmas segítség. A munka. Vajon mi áll az életem középpontjában? A munka, a hajtás, vagy pedig azért helyezek hangsúlyt az emberi kapcsolatokra is. Sok olyan emberrel találkoztam, ezt el kell itt mondanom, egy időben rákos betegekhez jártam így elfekvőkbe, és volt nem egyszer olyan, hogy panaszkodtak arra, hogy Juditkám, én végighajtottam az életet, és nem is figyeltem még a családomra sem. És látod, most nem jön senki, aki meglátogatna. Egyedül te jössz hozzám. Végighajtom az életet. Vajon a munka, az kell mindig a középpontban álljon? Fontosak azok, akik körülöttünk vannak, figyeljünk oda rájuk, tartsuk a kapcsolatot, mert nem csak azért élünk, hogy végig rohanjunk az életen, és csak a munkánkat teljesítsük. És nagyon fontos a belső békesség is. Erről különösen az utolsó előadásokon lesz szó, az 5.-6. előadáson, de már itt előre vetítem, hiszen az egyensúlyba a teljes egész ember vele tartozik, így a belső békesség megtalálása is, ami a boldogság kulcsa. A nyitottság, az egyensúly után az M, a nem szónak a harmadik eleme, ez pedig a mérlegelés. A mérlegelés és a meghozott döntés. Nagyon sok hasznos tanácsot fognak hallani ezen az előadáson. Javaslatokat, ötleteket, amit beépíthetnek az életükbe. De mindez semmit nem ér, ha nem döntenek úgy, hogy ezeket alkalmazzák, hogy ezeket gyakorolják, és beviszik az életükbe. Beszélhetek én az egészséges életmód nagyon sok hasznos eleméről, de hogyha önök nem döntenek úgy, hogy változtatnak, hogy mérlegelés után döntenek az egészségesebb életmódjuk mellett, a stresszel való küzdelemmel szemben, akkor hiába mondtam el. Ezért került ide a nyitottság, az egyensúly után a mérlegelés és a meghozott döntés. Remélem, hogy önök közül is többen beépítik ezeket az alapelveket majd az életükbe, amiket most sajnos nem tudok bőven kifejteni, de a munkafüzetük közepét, ha fellapozzák, a mai alkalommal az egészséges életmód 8 alapelvéből egyet emelünk ki, a 8. oldalon találják, ez a
az az étkezés, egyen úgy, mint egy király. Ezt otthon olvassák el házi feladat, és próbálják mindezeket bevinni az életükbe és gyakorolni azt. Hogy mennyire fontos a mérlegelés és a meghozott döntés, ennek hangsúlyozására szeretném mondani, rengeteg információval találkozunk. Nagyon sok információ ér bennünket, és megfigyelték azt, hogy azok az emberek, akik az információkból ki tudják szűrni a számukra legfontosabbat, azok egészségesebbé válnak. Talán tudják azok, akik dohányosak voltak, vagy éppen dohányoznak jelenleg is önök között, mit jelent az tudni valamit, és nem a szerint élni. Ismerni valamit, tudni valamit, és nem úgy cselekedni. Annak idején, mikor Amerikában kitalálták azt, hogy ráírják a cigarettás kartonokra, dobozokra, hogy az egészségre ártalmas, halált okoz, úgy gondolták, hogy most a teljes cigarettaipart le fogja söpörni a piacról. Megtörtént? Nem. Nem elég valamit tudni. Ha azt nem visszük át a gyakorlatba, akkor még inkább fokozza annak a stresszét, hogy nem valósítottam meg az életemben. Nem javítottam az egészségem érdekében. A döntés pedig az önök kezében van. Megfigyelték azt, hogy vannak olyan munkák, ahol nincs döntéshelyzetben egy-egy ember. Például ilyenek azok, akik pincérek, vagy telefonos szolgálatnál vannak, vagy boltban pénztárosak. Ilyen ülj itt és csináld ezt, vagy szalagnál dolgoznak. Ülj itt és végezd ezt. Nincs döntésük a fölött, hogy mit csinálnak. És az ilyen emberek körében figyelték meg, hogy különösen magas a szív- és érrendszeri betegek száma. Nagyon gyakori az infarktus veszély, mert nincs döntése a fölött, amiben cselekednie kell. A döntés lehetőségének a hiánya tehát növeli a stressz kockázatát. Néhány ember a döntés és a felelősség hatalmának a feladását választja. A döntés felvállalása helyett a szüleiket okolják. Hát a szüleim ilyenek voltak, így neveltek, és nem tehetek róla, hogy ilyenné váltam. Vagy a házastársukat okolják. A főnöküket okolják, akár az időjárást is okolhatják. Frontok vannak. A klórtartalmú vizet, és nagyon gyakran a politikusokat okoljuk. Sőt, a stressz is lehet bűnbak. Az akarat helyes edzésével teljes változást tudnak önök megvalósítani az életükben. Hogy megtegyék ezt, figyeljenek erre, hogy az életükben a nem megmaradjon, tehát ez a nyitottság, az egyensúly, a mérlegelés vagy meghozott döntés. Figyeljenek erre az anagrammára, könnyen eszünkbe juthat, ahogyan a kisbabák is első szavukként megtanulják, reméljük, hogy önök is meg tudják jegyezni, és megtanulják azt, hogy hogyan mondjanak nemet a stresszre. Mit is jelent a nyitottság? Ki emlékszik rá? Mire figyeljünk oda? A jelzésekre, az üzenetekre, így van. Mit jelent az egyensúly? Az egész ember szempontjából figyeljünk arra. Az egész szervezetünk minden egyes része számít a stresszel való küzdelemben. Találjuk meg az egyensúlyt. Egész egy ember. És a mérlegelés és meghozott döntés... Vigyük át mindezt a gyakorlatba, amit megértettünk, az odafigyelést és az egyensúlyban maradást. Remélem, hogy segít önöknek ez az előadás sorozat ebben, hiszen legközelebb arról fogunk beszélni a következő előadásunkon, hogy lesz-e még normális az életünk. Hogyan lehet normális az életünk? Beszélünk arról, hogy hogyan csökkentsük és hogyan oldjuk az ártalmas stresszt az életünkben. Lesz szó a humor gyógyító erejéről, ahogyan már látták ezekben a kisfilmekben is. A humor nagyon jól oldja, nagyon jól segít a stresszel szembeni küzdelemben. Lesz szó a legártalmasabb stresszorokról, a leg,
fájdalmasabb változásokról az életben, és lesz szó, ahogy mondtam, oldásképpen a humorról is. Megfigyelték azt, hogy két személyiség típusba csoportosítva az emberiséget, vannak olyan emberek, akik kimondottan hajlamosak arra, hogy stresszesek legyenek, hogy megviselje őket a stressz. És vannak olyan emberek, akik pedig jobban ellenállnak a stressz helyzeteknek. Két harvardi fiziológus figyelte ezt meg, és két szívspecialista orvos professzor összegezte mindezt. Az egyik típust úgy nevezzük, hogy A-típusú személyiség. Ő az, akinek a mozgató rugója a siker. Az A személyiség típusra jellemző, hogy ingerlékeny ember. Az egész élete a számok játéka körül forog. Egy francia pszichológus így fogalmazott, hogy olyan, mintha keresztre lenne feszítve az óra mutatóin, állandóan be van osztva minden perce, minden pillanata az idejében, mindent naplóz, és minden ott van, hogy mikor mi következik az életemben, és azt rutinosan végig kell vinni. A motorja mindig teljes fordulatszámmal pörög, állandóan készenlétben van az újabb és újabb kihívásokra. És mindig megpróbál még egy dolgot besűríteni az életébe, még egy dologgal többet teljesíteni. Sajnos jellemző az is, hogy nem tud pihenni. A szabad idejében is verseng. Ha láttunk ilyen autóban ülő embereket, akkor állandóan előz, és mindig ő akar lenni az első, és furra először átmenni a lámpán. Vagy megfigyelhetjük mondjuk sportolás közben, hogy olyan nincs, hogy veszítsen, le kell győzni mindig a másikat. Ezek a bizonyos A-típusú személyiségjegyek. Jellemzi még egy nagyon csúnya negatív dolog, bosszúvágyó ember. Van, akire különösen jellemzőek, hogy A-típusú. Természetesen el kell mondanom, hogy senki sem csupán A-típusú, de hordozhatjuk mondjuk dominánsabban ezeket a személyiségjegyeket. A mozgató rugója egy A-típusú személyiségnek, aki tehát, mint mondtam, szív- és érrendszeri betegségekre, infarktusra hajlamosabb, a siker körül forog. Az A-típusú viselkedésnek melyek a következményei? Az A-típusú ember szorongó ember, mert úgy érzi, teljesítenie kell, úgy érzi, bizonyítania kell, és állandóan szorong. Hajlamos a depresszióra, a csüggedésre, az elkeseredésre, a frusztrációra. A lappangó ellenszenv ott van az életében, és ahogyan említettem, szív- és érrendszeri betegségekre hajlamosabb. És az immunrendszer működési zavarai is nála dominánsabbak, tehát akár a rákos megbetegedés is. És ez az ember békétlen, állandóan békétlen, nem tud pihenni sem, belső békétlenség uralja. A mozgató rugója, ahogy említettem, a siker körül forog. Az A-típusú személyiség úgy gondolkodik, hogy csak felfelé létezik út a ranglétre, mindig előre kell jutni. Sajnos igaz, hogy az A-típusú szülők A-típusú gyerekeket nevelnek, akik tragikus módon azt hiszik, hogy csak akkor értékesek, hogyha jól teljesítenek, csak akkor lehet őket szeretni, hogyha bizonyítanak állandóan a szüleiknek, a tanítóiknak. És ezért az történik, hogy az ilyen gyerekek nem tudják elviselni, nem tudják megütni azt a mércét, azt a szintet, amit elvártak tőlük akár a tanítóik, akár a szüleik, és náluk jelentkeznek különösen az asztmatikus betegségek. Sajnos igaz, hogy a mi társadalmunk csak a termelékenységet és a teljesítményt bálványozza, és ez a legfőbb érték számunkra. És nincs becsülete annak, hogyha egy gyerek lehet, hogy nem teljesít tökéletesen, nem mindig ő az ötös az osztályban, de szeretni tudja a társait. Szeretetre méltó. Vagy a fantáziának sincs igazi becsülete. A bátorságnak, a könyörületnek, a becsületességnek, az öntudatosságnak, vagy a kiegyensúlyozottságnak. Sokan hiszik, hogy a kemény munka és az önmaguk feláldozása az automatikusan örömhöz vezet. Ki kell ábrándítanom önöket, nem vezet automatikusan örömhöz. Nem vezet automatikusan megelégedettséghez. Ez a fajta gondolkodás nem igaz.
Nézzük a másik személyiségtípust, aki az A-nak teljes ellentéte, ő a B személyiségtípus. Ő az, akinek megvan az az öröme, hogy nem hajlamos a szervezete a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. A B személyiségtípusra jellemző, hogy kiegyensúlyozott ember. Ő nem rohan. Reális célokat tűz ki maga elé, és azokat szépen reális célokatként rendesen időben teljesíti is. Amit tesz, abban öröme van. A B-típus az, aki ha kitakarítja a lakást, körülnéz és tud benne gyönyörködni. Az A-típus már rögtön szalad a konyhába, hogy ott is elvégezzen valamit. És jellemző a B-személyiség típusra, hogy nem fitoktatja a felsőbbrendűségét, hogy na hát én ezt meg tudtam csinálni. Tud bűntudat nélkül pihenni, csak úgy, mint nyugtalanság nélkül dolgozni. Ki az, aki úgy érzi, hogy ő inkább B személyiség típus? Nem másra kell mutogatni. Ki az, aki úgy érzi, hogy ő inkább A? Igen. Emlékszem, amikor férjem udvarolt nekem, akkor még udvarlom, és elvitt engem a Margit szigeten, na sétáljunk egyet. Én majd nem tudtam mit kezdeni ezzel. Csak úgy sétálni, hogy nem valami dolgot végzünk, hanem csak most így sétálni értelmetlenül, hát mi van ebben? Ő egy igazi B-típus, én egy igazi A-típus vagyok, aki úgy gondolom, hogy hát valami feladatunk van, azt meg kell csinálni, oda megyünk, és akkor annak van értelme, de csak úgy sétálni, hát ez teljesen értelmetlen időpazarlás. Én sajnos jellemzőbben A-típus vagyok, de azért tanultam abból, hogy hogyan lehet az A-ból B-be egy kicsit átlépni. Ennek a bizonyos nemnek itt van szerepe. Hogyan lehet egészségesebben élni és tovább élni? Hogyan lassítsunk le, és hogyan éljünk tovább? Hogyan lehet az A-típusú személyiségjegyeinkből kicsit átlépni, és több B-típusú személyiségjegyet beépíteni az életünkbe? Ennek néhány alapelvét nézzük meg. Hiszen a szívünk a tét. Az első, ne játsszuk tovább a számok játékát. A minőség soha nem arányos a mennyiséggel. Gondoljunk arra, hogy ha valaki minél több dolgot akar besűríteni a napjába, és a végén úgy kimerül, hogy talán a következő napon tized annyit se tud teljesíteni. Tervezzük úgy a napjainkat, hogy kevesebb programunk legyen. Rangsoroljuk a dolgokat. Van egy kedves ismerősöm, egy nagyon magas beosztású ember egy cégnél, és minden perce be van osztva. És beírta a naplójába a fiammal töltött idő. És az átléphetetlen. Az is benn van a programomban, hogy elmegyek a fiammal és megnézem a foci meccsét. Vagy az is benn van a programomban, hogy a feleségemnek virágot veszek a névnapjába. Beírja ezt is, hogy ha már naplót vezet, akkor szerepeljenek ezek a fontos események is ott. Hiszen ezek épp olyan fontosak, hanem fontosabbak, mint hogy tárgyaljak valakivel. Tanuljon meg jobban másoktól függeni. Ez különösen nehéz A-típusúaknak. Elviselni azt, hogy függünk másoktól, hogy van, amikor rászorulunk mások segítségére, és ne törekedjen felsőbbrendűségre. És a következő tanács, ismerje be, hogy követhet el, és fog is elkövetni hibákat. És ezt nagyon nehéz ugyancsak egy A-típusnak elfogadni, hogy ő sem tökéletes, ő is sebezhető, és bizony nem is egyszer hibákat követ el. Mindezt Friedman professzor mondta, aki kardiológusként javasolja ezt nekünk a tovább éléshez, az egészségesebb életmódhoz. Ugyancsak ő ezt írta, hogy ha én Isten lennék, mondta ez a kardiológus professzor, talán rá tudnám kényszeríteni az embereket arra, hogy ne zsúfoljanak be egyre több eseményt egyre kisebb időkeretbe. Talán meg tudnám értetni velük, hogy sokkal fontosabb a dolgokat értékessé tenni, mint amit értékesnek tartanak, azt megszerezni. Talán helyettesíteni tudnám szeretettel oly könnyen fellánguló gyűlöletüket. Talán rá tudnám beszélni őket, hogy elhiggyék, sokkal fontosabb a lelki egyensúly, mint feljebb lépni a ranglétrán. Csodálatos gondolatok,
egy olyan kardiológustól, aki igazán ott van, és látta, hogy bizony milyen hajlamosak vagyunk a szív- és érrendszeri betegségre, mi A-típusúak. Befejezésül egy kis történetet szeretnék önöknek elolvasni. Volt egyszer egy pici kis hegyi falu. Egy szikla tetején. A falu tele volt életvidám, aktív emberekkel. De volt egy visszatérő régi problémájuk. A falu gyerekei közül minden évben néhányan játék közben megcsúsztak a sziklán, és lezuhantak a szakadékba. Egy kislány halála után az egész falu úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, falugyűlést tartanak. Gyászoló szülők jöttek el, és keserves fájdalmuknak adtak hangot. Néhány történet meghallgatása után minden falulakó egyetértett egy dologban, valamit tenni kell. Tervet készítettek. Mivel az áldozatokat nem tudták időben elérni, jól kiépített ösvényre van szükség, amely a meredeken kanyarogva levisz egészen a hegy lábáig. De hogyan fogjuk visszaszállítani a sérültet a faluba? Úgy döntöttek, hogy ösvény helyett aszfaltozott útra van szükség, hogy egy mentőautó közlekedhessen rajta. A mentőautó mellé tapasztalt személyzet és sofőr is kell, akik 24 órás készenléti ügyeletet látnának el, hiszen baleset bármely napszakban történhet. Rövid számítások után arra a következtetésre jutottak, hogy legalább 4 teljes állású tapasztalt emberre van szükség, akiket a mentőállomásra szállásolnának el, és akiket természetesen előre fizetnének. De ki fogja mindezt pénzelni? Más megoldás nincs, mint az adók emelése, természetesen a sérültek érdekében. Hosszas vita után, felismerve, hogy micsoda hatalmas összegekről van szó, egy vita kellős közepén, amely akkor ő forgott, hogy melyik mentőautó típusnak a legjobb a fogyasztás a hegyi terepen, egy idős bácsi nagy nehezen vézna lábaira emelkedve a következő kérdést tette fel. Miért nem építünk egyszerűen egy kerítést a szikla peremére? Hogy a gyerekek ne essenek le. Egy ilyen előadás sorozaton nekünk is föl kell tennünk a kérdést. Mire helyezzük a hangsúlyt? A kerítésre vagy a mentőautóra? A megelőzésre vagy a kezelésre? Ezen az előadás sorozaton, mint látni fogják, nagy hangsúlyt helyezünk a kerítésre, hogy megelőzzük azt, amikor már kialakul egy súlyos betegség, egy súlyos gyomorfekély, egy súlyos szív- és érrendszeri megbetegedés. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, szeretném kérni, hogy jöjjenek el legközelebb is, hívjanak vendégeket is, akik még most bekapcsolódhatnak, mert most még föl tudják venni a fonalát az előadás sorozatnak, és bízom benne, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan mondjunk nemet a stresszre. Figyeljenek tehát a kiválasztott 2 területre, és olvassák el a munkafüzet többi részét is, amiben nagyon sok hasznos tanácsot találnak, például ma az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Thomas Edison így fogalmazott: a jövő orvosa nem gyógyszereket fogadni, hanem felkelti a páciens érdeklődését az emberi szervezetről való gondoskodás, az étrend, a betegségek okának és megelőzésének kérdéseiben. Bárcsak ott tartanánk, mint amit majdnem 100 évvel ezelőtt Thomas Edison mondott, hogy az orvoslás itt tartana, hogy arra figyelünk, hogy hogyan előzzük meg a betegségeket. Az előadás sorozataimon nem egyszer orvosok is részt vettek, és védőnők, tanítónők, óvónők, és egyszer egy gyógyszerésznő ezt mondta, hogy ó, bár csak ezt a stressz sorozatot adhatnám, amikor kérik a különböző gyógyszereket tőlem, és új rengeteg gyógyszert kell kiadnom nekik, bár csak ezt a stressz sorozat meghívóját adnám, mert sokkal többet érne, mint azok a gyógyszerek, amikkel még mérgezik is magukat az emberek. Ezért szeretettel hívom önöket legközelebb is, amikor a témánk lesz-e még valaha is normális az életem. Reméljük, hogy igen. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.